Hétfőn különleges körülmények között mutatkozott be az OSC igencsak megerősödött férfi vízilabda csapata, amely közös edzést tartott a klub szurkolóival, ahol 5 métereseket is lehetett lőni az új kapusoknak. A minden fronton elsőségre törő új budaiak játékosa Tóth Márton és szurkolója Kerber Tamás együtt következnek most. Sziasztok, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Ez egy sportág történeti kuriózum volt? Én azt gondolom, hogy igen, és megmondom őszintén, hogy a keleténél sokkal többen jöttek el erre a szurkolói közönség találkozóra, úgyhogy ezúton is köszönjük nekik, hogy meglátogattak minket és megtiszteltek minket. Tamás, a vízből vagy a lelátóról tűnik erősebb csapatnak az OSC? Ez mind a kettő nagyon erős, eddig is jók voltak. Amit vízben művelnek ezek a srácok, az ember feletti. Nagyjából egy 20 percet bírtam, és utána körülbelül ugyanennyiért küzdöttem a levegőért. Minden tiszteletem az övék. Marci, nem zavart egy pillanatig se a játékosokat, a pólósokat ez a lelátó felől nyitott medencének az ötlete? Szerintem nem, azért fölkészültünk erre. De meg tényleg őszintén mondom, hogy tök jó volt, és tök jó érzés volt, hogy ennyien kíváncsiak voltak ránk. És hát láttuk azt is, hogy szurkolói téren is, hogyha esetleg a szurkolók mérnék össze az erejüket a vízben, akkor is azért van keresnivalónk. Sikerült a kapusoknak gólt lőni? Igen, Lévai Marcinak sikerült egyet belőni, kettőt fölé, de hát az arány nem rossz. Egy biztos, hogy veled még ilyen típusú gyakorlás nem fordult elő a karrieredben, megfordultál néhány helyen, hogy szurkolókkal együtt voltál a vízben, igaz? Mármint, hogy nem a meccs végén. Nem, tehát így együtt még nem gyakoroltam szurkolókkal valóban, úgyhogy hát most nem tudom, hogy nekem kell süteményt hozni, vagy a szurkolóknak, de történelmi pillanat volt a pályafutásom során valóban. A mindig bohókás Vad Lajos ötlete volt? Hú, ezt én nem tudom, de ha ővé volt, akkor jól sikerült. Hát ő múltkor mondta itt nekem, hogy ő nem szereti megmutatni a csapatát a fő riválisoknak ezeken a bizonyos közös egymás közötti edzéseken. Ez nem tudom, hogy ez a része a dolgoknak, ez is újdonság vele az OSC-nél? Az első rész, tudtam, hogy nem szereti megmutatni, tehát hogy pontosan ezért játszottunk külföldi ellenfelekkel felkészülési mérkőzéseket. Mi nem mentünk el hazai rendezésű felkészülési tornákra, mert szeretnénk egy picit titkolni arra azt, hogy mire vagyunk képesek. Illetve mi magunk is keressük azt a formát, azt a taktikát, ami nekünk egy átütő erő lehet. Na de annál jobban megmutatták a csapatot a saját drukkereknek, Tamás, és ezt a gesztus hogyan értékeltétek? És Arbán Marci utalt, hogy ezek szerint a lelátói tábor szeretett volna élni vele, tehát jó sokan így van, készen álltak erre. Nagyon sokan voltunk a vízbe, a lelátón is rengetegen voltak, úgyhogy nagyon jó érzés van megtapasztalni, milyen az, amikor üvöltöznek a lelátóról, hogy milyen lehet a játékosoknak az, amit mi csinálunk. Be kell vallanom, hogy hát sokkal többen voltak nálam fiatalabbak, és bizony nagyon vertek volna, hogyha ott össze is mérjük az erőnket, úgyhogy jó kihívás volt. Ezt követően a szurkolók egy találkozó keretében kérdezhettek is a klub terveiről. Alapvetően mi az, ami most titeket legjobban izgat az OSC-vel kapcsolatban? Nem lehetett tudni sokáig, hogy mi lesz a folytatás az elmúlt évhez képest, és aztán úgy tűnik, hogy rácsapott a szponzor az asztalra, és azt mondta, hogy tovább is próbálkozunk, a legjobbak akarunk lenni. Mi ennek nagyon örültünk. 5 éve, ez az 5. évfélre járunk szinte minden meccsre, és eddig még nem volt lehetőségünk a játékosokkal közösen fürdeni, egy meccs végén sem. Idén 3 különböző versenysorozatban indul el a csapat, és nagyon boldogok lennénk, hogyha ezek közül legalább az egyiket sikerülne nekik megnyerni, és a végén együtt ünnepelhetnénk velük. Jó lesnek ezek az edzői hevületek nektek játékosoknak, amikor azt mondja a mester, hogy ez egy olyan erős keret, hogy minden sorozatban győzelmi esélyek és győzelmi ambíciókkal száll vízbe? Jól esik. Megmondom őszintén, jól esik. Ez azt jelenti, hogy jó helyen vagyok, én személy szerint. Mindig egy olyan csapatban szeretek játszani, ahol a legmagasabb cél az aranyére megszerzése. És hát ugye a tavalyi évből kiindulva azért van mit visszaadnunk a szurkolóknak, mert ugye a tavalyi év az nem úgy sikerült, ahogy azt elterveztük. De örülök, hogy a vezetőség az úgy döntött, hogy még ráteszünk egy lapáttal, és még erősebb csapatot építünk. És hát igyekszünk ennek a szurkolói kívánságnak, illetve ugye ez a saját magunk elvárása is, hogy meg tudjanak még egyszer fürödni ebbe a szezonban minimum még egyszer. Tamás, ez a tavalyi szezon, ezt hogy jellemeznéd szurkolói szempontból? Dühítő volt? Vagy elszomorító? Nem feltétlenül dühítő, inkább szomorú és kihívásokkal teli. Próbáltuk végig az utolsó meccsig is szurkolni és bíztatni a csapatot. Remélem, hogy ez nagyjából sikerült is.
megpróbáltunk minél több embert lecsábítani, annak ellenére is, hogy nem mindig jöttek azok az eredmények, mint amire ez a csapat predesztinálva volt. Így sikerült. Marci, a tréner azt mondta, hogy neki ez eddig a legerősebb csapata pályafutása során, minden poszton két megfelelő pólóssal. Pályát során megfordultál már néhány bombaerős gárdában, keretben. Ilyen szempontból ez neked a listádon hanyadik helyen van? Játékerőre ez a társulat. Nehéz ezt megítélni, ugye évről évre úgy tűnik, hogy erősödik a magyar bajnokság. Ugye jó pár évvel ezelőtt még azért nem volt ennyi külföldi se. Ugye egyre több lett a külföldi, egyre erősebb lett, egyre jobb játékosok jöttek, úgyhogy hát meglátjuk. Az biztos, hogy amit most már tényleg évről évre elmondunk, hogy egyre erősebb a bajnokság, ez talán most megint még erősebb bajnokság lesz, mint ami a tavalyi volt, vagy vetekszik a tavalyival. Úgyhogy aki itt eljut egy döntőig, az már egy nagyon nagy fegyvertény. Tamás, az, hogy az OSC évek óta ott topog az aranyküszöb közelében, de nem sikerült átlépni, ezt ti szurkolók minek tulajdonítjátok? Ez egy nagyon jó kérdés, és szerintem erre nem én vagyok az, aki válaszolni tudna. Nekünk egyetlen feladatunk van az, hogy buzdítsuk a srácokat az első percre az utolsóig, teljesen mindegy, hogy hogy áll a csapat, hogy 10-zel mennek, vagy 2-vel égnek. Egy dolgot szeretnénk, hogy sikerüljön ezt az aranyat megszerezni, bízunk benne, a Szolnok is nagyon sokat várt rá, az összes többi csapat, a Fradi is, úgyhogy egyszer eljön a mi időnk is. Vad Lajos azt mondta, hogy a VLV-nek, hogy az eltelt 8 hét alatt a hétköznapok arra mutattak, hogy lehet nagyot álmodni ezzel a társasággal. Hát milyenek voltak ezek a hétköznapok? Hát szorgalmasak voltak, vagy fárasztóak voltak minden tekintetben. Én azt gondolom, hogy én egy picit később csatlakoztam be a keret munkájába, de nagyon jó úton vagyunk, és az a rend és fegyelem, ami szerintem alapvetően tavaly hiányzott ugye az egész évből különböző körülmények miatt, az most már az első perctől megvan, jelen van, és mindenki betartja, és emellett pedig ugye Lajos munkáját ismerve, a jó kedv és az, hogy öröm lejönni egy edzésre, mert mindenki jól érzi magát, az is megvan. Úgyhogy ennek a kettőnek a kölcsönhatás eredményezhet az, hogy ebből egy valami nagyon jó jöhet ki. De hát az, hogy Hárai Balázs az újdonsült csapatkapitány, az eleve egy vicces OSC-t jelez? Nem. Puffy az szerintem kellően megkomolyodott már az évek során. Magasra teszi a mércét. Hogyha így azt nézzük, hogy talán a legmagasabb csapatkapitány, de szerintem egy nagyon jó döntés, és ő is át fogja érezni ennek a súlyát. Úgyhogy mit mondjak, minden adott. Azt mondjad, Marci, hogy miután te többféle feladatot kaptál már karriered során, itt most ebben a csapatban, ebben a közegben mi lesz alapvetően a dolgod és a feladatod és a pozíciód? Ebben a csapatban én azt gondolom, hogy visszatérek ahhoz az időszakhoz, amit még a Honvédban játszottam ugye a Lajos edzősége alatt, hogy ott segítek, ahol tudok, ott segítek, ahol kell. Úttörő vissza. Így van, ezt is lehet mondani. Én ebben elégedett vagyok, és szerintem a Lajos ismeri annyira a munkámat, a munkához való hozzáállásomat, illetve a tudásomat, hogy oda fog betenni, ahol a legnagyobb szükség van rám. Tamás, szurkolói szempontból elvárás ettől a csapattól, az eddigi jelek alapján meg a névsort látva, az Eurókupa elhódítása, ahogyan tavaly már azért a Fraditól az volt? Szerintem azért ezt nem adják ingyen. Most hétvégén mennek a srácok, és mi is elkísérjük őket Rijekába. Ott azért sok mindenki fog derülni. Igazából csak szeretnénk jó meccseket látni, és hogyha ez sikerül elhódítani az Eurókupát, nagyon boldogok leszünk, de azok után, amit láttuk, hogy milyen kemény munkát tesznek bele, még inkább nem fogalmazhatok meg semmiféle elvárást. Amint arra Tamás utalt, hétvégén Partizán, Duisburg és Primorje Rijek a csoport, ellenfele két csapat jut tovább. Aktuálisan mi az erősorrend? A nevek veretesek, csak hát persze mindig mögé kell nézni, hogy éppen milyen erő van egy-egy adott keretben. Én úgy gondolom, hogy nekünk ezt a csoportot meg kell nyerni, és talán az erősorrendet én azt gondolom, mivel a Belgrád már egy jó ideje Euroliga főtáblás volt, bár igaz, hogy onnan is 6-7 játékos elment, de talán ők lehetnek a másodikok. És hát én a Rijekát megmondom őszintén, hogy ugye látott már szebb napokat is a rijekai csapat. Most én azt gondolom, hogy meggyengültek, amiket én hallok, de hát ne felejtjük el, hogy otthon vannak, és azért otthon még mindig egy plusz lökést kaphatnak.
és a Duisburg az pedig ugye egy egyre feltörekvő német bajnokságból jön, biztos, hogy ott is vannak jó játékosok, abszolút nem szeretném őket lebecsülni. Most, hogy így a kérdésnek a végére érek, nehezen tudom megmondani, hogy mögöttünk ki lehet a következő továbbjutó. Csak azt tudod, hogy nektek kell lenni az elsőnek, és hát a szurkolók is segíteni fognak majd ebben. Az itthoni mérkőzéseiteket, nemzetközi meccseiket meg majd a Digi Sporton láthatjuk, közvetítjük. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük a lehetőséget.